Köszönöm szépen a lehetőséget, és nem a saját témámról fogok beszélni, hanem egy kicsit olyan kérdésről, amely sokkal több embert érdekel. Kicsit általánosabban fogok beszélni azokról a változásokról, amelyeket mi magunk idéztünk elő, és amelynek a következményeivel már akár tudjuk, akár nem, és akár elfogadjuk, akár nem, már szembesülünk. És ezek a következmények, ezek már túlmutatnak a légkörön, túlmutatnak a természeten, már a társadalmi problémákat is, amelyeket megélhetünk, azokat is részben ezeknek a változásoknak köszönhetünk. Ezt a címet én azt gondoltam, hogy már nem fogom sokáig használni, mert ugye ez a globális éghajlatváltozás, legalábbis az a kérdés, hogy az emberi tevékenység hogyan, milyen kapcsolatban van azokkal a változásokkal, amelyek a légkörben és az éghajlatban megkövetkeztek, ez már erről. De aztán olyan változások történtek a világpolitikában, amelyek újból aktuálisra tették ezt a címet, nevezetesen az Egyesült Államokban egy olyan vezető került elnöki székbe, akinek egészen sajátos nézetei vannak ugye a természeti folyamatokról általában, de az éghajlatváltozásról különösképpen. És kezdjük is mindjárt, csapjunk bele a lecsóba, hogy mondjam. Ott kezdtem, hogy amerikai elnök Donald Trump, akinek sajátos nézetei vannak az éghajlatváltozásról, és ő ugye szereti ezeket a nézeteket ilyen tömör, és az átlag amerikai számára emészhető formában közé tenni, ilyen tweetek formájában, és az egyik tweetje, sok van egyébként, az a éghajlatváltozásról szól. Ez 2012-ből származik ez a tweet, és ugye arról szól, hogy az amerikai, tehát ugye globális éghajlatváltozást a kínaiak találták ki, egy hoax, amit azért találtak ki, hogy az amerikai gazdaságot ellehetetlenítsék, vagy versenyképtelenné tegyék. Ugye 2012-ben ő ezt mondta, és ugye ezt elég sokan el is hitték, mint a mellékelt ábra mutatja, hiszen megválasztották amerikai elnökét. És ez az állítása ugye nem volt teljesen öncélú, hiszen őt egy olyan közösség választotta meg, nevezetesen a republikánus párti szavazók, akiknek ugyanebben az évben közvéleménykutatás szerint igen markáns véleménye volt az éghajlatváltozásról. Itt látható a jobb oldalon a republikánus szavazóknak a globális felmelegedésről alkotott véleménye. Nevezetesen, hogy közel a felük azt gondolja, hogy a föld klímája az nem melegszik, tehát semmiféle éghajlatváltozás nincs. Meg van róla győződve, és a további negyede azt gondolja, hogy az éghajlatváltozáshoz az emberiségnek semmi köze, amennyiben van éghajlatváltozás. És mindössze 18% az, aki azt gondolja, hogy van éghajlatváltozás, és azt is gondolja, hogy az emberiségnek ehhez van köze. Ugye, ha a kínaiak találták ki ezt az éghajlatváltozást, akkor nagyon ügyesen jártak el, ugyanis az éghajlatváltozás több mint 30 évig kizárólag amerikai kutatók kutatták, rengeteg pénzt ölt bele az amerikai állam, az amerikai kormány abban, hogy az éghajlatváltozásnak a tulajdonságait, egyáltalán az éghajlatnak a jellemzőit kutassa. 30 évig gyakorlatilag amerikaiak az egyeduralkodók, ők kezdték el a globális széndioxid méréseket, ők kezdték el azokat a műholdas programokat, amelyel az éghajlatot lehetett az óceáni áramlásoknak, az óceáninak a felszíni tulajdonságait is amerikaiak kezdték el mérni. Tehát dollármilliárdok, hát, vagy százmilliárdok mentek bele kutatási programokba. Én kínai éghajlatkutatót nem is ismerek a mai napig. Tehát a kínaiak olyan ügyesen megszervezték ezt a hoaxot, olyan ügyesen létrehozták és elterjesztették ezt a vírust az emberiségbe, hogy van éghajlatváltozás, hogy ezt az amerikaiakkal vitették el. Ővelük fizettették ki ezeknek a bizonyítékait, ezeknek az összes kutatási programját. Tehát egy rendkívül jól szervezett kínai manipulációról van szó tulajdonképpen, amelyet az amerikaiak megettek, kivéve a republikánusok, mert ők átláttak a szitán, és ők tudták, hogy ez az egész, ez csak kamu. Úgyhogy Trump ugye azért mondta azt, amit mondott, többek között lehet, hogy őnek is csak ennyit elég, de valójában ő a választóit akarja nagyon ügyesen üzenetekkel megtalálni, és ez az üzenet a republikánus választók részéről az, hogy itt Amerika az első, és itt
egyébként nincsen semmi látnivaló. Tehát ő nyilván ezt jeleníti meg az üzeneteiben is, és hát elég sikerrel, hiszen látszott, a mellékel távra mutatja, amerikai elnök lehet ilyen szinten, ilyen üzenetekkel is valaki. Na most nézzük meg egy kicsit objektívebben. Ugye eleve én ezt az egész közvéleménykutatást, meg azt, hogy erről ilyenről egyáltalán kérdéseket tegyünk fel, ilyen kérdéseket, ezt eleve értelmetlennek tartom. Akár van éghajlatváltozás, akár nincs, ez egy természeti folyamat. Természeti folyamatról se pártállás, se ideológia, se vallás, se semmilyen vitát folytatni, semmi értelme. Tehát teljesen mindegy a természetnek az, hogy a republikánusok mit gondolnak róla, hogy melegszik-e a Föld, vagy nem. A Föld azt fogja csinálni, amit amúgy csinálna, amit a természet törvényei számára meghatároznak. Ha melegszik, akkor melegszik, ha nem melegszik, nem, de nem attól függ, hogy melegszik-e, hogy a republikánusok, vagy a demokraták, vagy a bármilyen vallásúak, vagy pártállások mit gondolnak róla. Tehát ugyanúgy, hogy a gravitációról nem lehet népszavazást tartani, most itt csinálhatnak ebben a teremben, hogy megszavazzuk itt, hogy le fog esni ez a pointer, meg lehet föle tenni a kezét, aki azt mondja, hogy lebegni fog, de valójában az fog történni, amit a természeti fizikai törvények diktálnak, akármit is szavaz meg az itteni társaság, elég sok bort iszik itt mindenki, és azt mondja, hogy ez lebegni fog, valószínűleg akkor sem fog lebegni, ahhoz nagyon sok bort kell inni, hogy ezt utána lebegni lássuk. De hát a természet törvényeiről teljesen felesleges ideológiai vitát nyitni, csak az ember annyira, főleg az egyszerű ember, annyira elszállt önmagától, hogy azt gondolja, hogy az ő véleményével, hiedelmével, vagy bármivel természeti folyamatokat befolyásolni tud, vagy éppen meg tud akadályozni. Éghajlatváltozás kell ilyen bonyolult ahhoz, hogy ne legyen ilyen egyszerű, mert ezen mindenki nevet, hogy nem esik rá, hogy lehet kérdezni ügyességet. Az éghajlatváltozás elég bonyolult jelenség ahhoz, hogy az embereknek, az egyszerűbb embereknek ez a gondolat megforduljon a fejébe, és akkor nyugodt szívvel bejelöl bármilyen választ. Eleve ez nem szavazás kérdése, tehát a helyes válasz egyébként erről az, hogy nem tudja. Az emberek többsége, az átlagemberek többségének fogalma nincs az éghajlatváltozás, ez egy tudományos kérdés. Nyilván a tudósok, vagy akik ezzel foglalkoznak, azok persze beixelhetik a valóságot, de az emberek többségének ez a helyes válasz. Tehát ez is hülyeség. Ő nem tudja egyébként, tehát ténylegesen nem tudja, nem tájékozott, ő nyilván valami érzelmi alapon, tehát azért értelmi intelligenciában nincs akkora különbség a republikánus meg a demokraták, tehát ezek nem tudományosan mondják ezt, hanem valamiféle, ugyanolyan meggyőződésből, mint ahogy ők mondják azt, hogy nincs. Vagy érdek, meg egyéb dolgok vannak, tehát alapvetően a helyes válasz az átlagember számára, hogy nem tudja, ez egy természeti folyamat, túl bonyolult ahhoz, hogy értse, és nagyon kevés tájékozott annyira, hogy meggyőződésből adjon helyes választ a tudomány képviselőink kívül. Tehát ennyit a társadalomtudományi vonatkozásairól, ugye Kőszegen itt mindig kell azért a társadalomtudománynak udvarolni, mert hiszen itt azért annak itt nagyon komoly képviselői vannak, és nagyon komoly kutatások vannak, tehát nem lehet csak természeti dolgokról beszélni. De egy picit most beszéljünk mégis a természetről, mert nézzük meg azt, hogy kinek van igaza, hogy egyáltalán, hogy nézzük meg objektívebben ezt a kérdést a tudomány oldaláról, mert máshonnan ugye nem nagyon érdemes. És hát ehhez nézzük meg azt, hogy az elmúlt 250 évben az ember mit tett a természettel, annak egy egészen pontosan egyik szférájával, ami ugyan a legkisebb szféra, de elég hatalmas ez így is, a légkörre, amelynek ugye az összetétele most egy elég sajátos táblázatban szerepel, így ritkán szoktuk látni, általában mindig a százalékot látjuk, hogy a légkörnek hány százaléka ez meg az. Itt most az abszolút mennyiségek vannak feltüntetve, hogy a légkörben mennyi nitrogén, oxigén és a többi gázból mennyit található. És itt elég nagy számokat látunk, ugye próbáltam olyan számokkal operálni, hogy egyáltalán még értelmezhetők legyenek. Ugye milliárd tonnában vannak ezek a számok, ezek elég nagy számok, maradjunk annyiban, tehát nitrogénből 4 milliószor milliárd tonna van a levegőben, tehát azért akármennyire kis szféra ez a földi légkör, azért igen sok anyag van benne. Tehát az oxigén meg az összes többi itt látszik ezekben a milliárd tonnákban kifejezve, de nem is ez az érdekes, mert már ugye szokatlan, de hát ebből kijön az a matek, amit ugye az iskolában tanítanak, hogy hány százaléka a oxigén, nitrogén, akármi, ugyanúgy kijön, hogyha valaki nem hiszi el, akkor nyomkodhatja a telefonját, és ez fog belőle kijönni.
hanem az az érdekes, hogy ezen a nagy rendszeren, ami hatalmas rendszer, azért illusztrálom ezt ezekkel a számokkal, mennyit változtatott az emberi tevékenység 250 év alatt. 250 év az egy pillanat, hogy a földtörténet, tehát egy földi rendszerről, földi szféráról beszélek, ez földtörténeti léptékű változásokat tud csak elszenvedni, kivéve napjainkban, amikor ezt az ember 200 év alatt így megváltoztatja. Még azt is látjuk, hogy már az oxigénen is észrevehető ez a változás, amennyivel kevesebb oxigén van a levegővel, a 250 évvel ezelőtti állapothoz képest. Igaz, hogy nem kell még oxigén palackét elszaladni a boltba, mert még ez alig észrevehető, műszeresen kimutatható változás, de döbbenetes. Az oxigénből kevesebb van, mint 250 évvel ezelőtt a levegőben, igaz, hogy csak fél század százaléka, műszeresen mérhető, de ez valami hihetetlen. Ugye a szén égetése miatt, ugye a szénhez oxigén kell, hogy elégjen, és hát ennyi, ez látszik már a légkörben. Hihetetlen. 250 év alatt csökkent az oxigén koncentráció, vagy a légköri koncentrációja. Hát az ózon... Az 1750 honnan tudjuk azt? Az 1750 az ipari forradalom kezdete, azért ez a dátum, és ahogy honnan tudjuk ezeket a múltbeli légköri összetételeket rekonstruálni, ezekbe a jég, tehát a antarktiszi jég fúrásoknak, a van zárt buborékoknak az elemzését most a napjainkban lehet végezni, és rekonstruálni helyre, vagy vissza lehet állítani, vagy rekonstruálni lehet azt az összetételt, ami a múltban itt. Egészen 8000 évre, sőt most már 1 millió évre visszamenőleg a légkör eredet összetételét mai mérésekkel rekonstruálni lehet. Ugye 1750 meg azért az a dátum, mert az ipari forradalomtól datáljuk azokat a léptékű változásokat, amelyek ebbe a rendszerbe ilyen változást tudtak előidézni. Előtte azért az ember kis pont volt úgy létszámban, mint pedig a tevékenységével még nem tudott ekkora változásokat okozni. Ami ugye már jóval nagyobb változás, ugyanúgy negatív változás, az, amit az ózonon sikerült faragni, ugye a fölöttünk levő ózon réteg, pont itt a mérsékelt égőben az 4%-ban vékonyabb, mint volt, és ez 250 év se kellett, ez 70 év elegendő volt, mert ugye 1930-ban találták ki azokat a gázokat, freonokat, egyebeket, amivel az ózon réteget elkezdtük emészteni, és 4%-kal vékonyabb fölöttünk az ózon, ez egyébként egy 300 millió éve állandó vagy változatlan képződmény, amit 70 év alatt megfaragtunk, sokkal rosszabb is lehetne egyébként, ha nem állunk le ezzel, és ugye nem történnek ezek a különböző nemzetközi egyezmények, amivel, és nem kezdik el az ózon védelmének a nemzetközi programjait, akkor már itt ez egy ilyen 20-30% szerepelne, ami utána, ami az hétköznapi életen is meglátszana, tehát akkor nem lehetne napközben sétálgatni az utcán, hanem ilyen esti életmódra kéne átállni, mint a denevérek, vagy a, tehát akkor már annak nagyon komoly következményei lennének, de szerencsére ezt megúsztuk. Viszont hát vannak egyéb nyomgázok, amelyekben hát igen masszív változást sikerült elérni. Ugye a széndioxidot szokás a leggyakrabban mondani, ott 40%-kal több van most a levegőben, 250 évvel ezelőtt volt. Óriási szám, ugye ezek földtörténeti léptékben több ezer vagy több millió év alatt szoktak nem ennyit, ennél sokkal kevesebbet látni. És a többi szintén rendkívül nagy mér. Tehát ezek tények, ezeken elég nehéz vitatkozni, mert ez a légkör aktuális és korábbi összetételek az összehasonlításában jönnek ki. Ez óriási, megdöbbentő számok, és a változás sebessége az, aminek különösen érdekes. De most azt nézzük meg, és most az embert tegyük egy kicsit félre, majd az emberre visszatérünk, hogy a természet hogyan tudja a Földnek az éghajlatát befolyásolni, vagy szabályozni. Milyen eszközei vannak a természet arra, hogy a földi éghajlaton változást idézzen. Három eszközéről fogok természetben beszélni, egymás után, egy-egy dia erejéig. Az első, ami a legkézenfekvőbb és a legkönnyebben megérthető, az a vulkánkitörés. Masszív vulkánkitörés, tehát egy nagy eruptív vulkánkitörés, az ugye olyan mennyiségű hamut és kén vegyületeket juttat a légkörben, hogy utána adott esetben igen komoly lehűlés a következmény. A légkörben szétterülő vulkáni részecskéknek a hatása következménye úgy működik, mint egy árnyékoló, hogyha nagyon sok kerül ki a levegőbe, akkor az
tulajdonképpen csökkenti az energia, a földre jutó energia mennyiségét, és ezáltal hűti az éghajlatot. 91-ben volt a 20. század legnagyobb kitörése a Fülöp-szigeteken, ez a nevezetes vulkán kitörés, ami után szépen kialakult ez az ernyő, ez a hűtő ernyő, és ennek egyenes következménye volt egy néhány tized fokos globális hőmérséklet csökkenés. A földtörténet során sok nagy vulkánkitörés volt, volt olyan köztük, amelyik majdnem kipusztította az akkor induló emberiséget, a Toba vulkán 73 ezer évvel ezelőtt ott kihalás szélére sodorta az akkor még elég kiszolgáltatott emberi fajt. De előtte is nagyon sok olyan kihalás és komolyabb változás volt, ami a vulkánkitörésnek az éghajlati hatása idézett elő. Történelmi eseményekbe is beleszólt egyébként, tehát a közelmúltnak, az emberi történelem eseményeibe is a vulkánkitörések nagyon fontos szerepet. A napóleoni háború, vagy a francia forradalom, az is egy komolyabb vulkánkitörés részben következménye volt, mert olyan éhínség és olyan hatások voltak, aminek hát nyilván a forradalom vezetett, vagy a római birodalom bukása előtt is volt egy komolyabb vulkáni aktivitás, szintén ugye ezekből rekonstruálható, amikor voltak ilyen. Tehát a vulkán kitöréssel a természet szépen tudja hűteni a rendszert, az éghajlatot ugye a hűlés irányába elmozdítani, amennyiben ilyen vulkánkitörés történik. A üvegházgázok segítségével is tud a természet szabályozni az éghajlaton, az ellenkező irányban, az üvegházgázok segítségével melegíteni tudja, hogyha az üvegházgázok mennyiségét növeli, akkor melegíteni tudja a Földnek az átlag hőmérsékletét, vagy növelni tudja az átlag hőmérsékletét. Erre a 90-es években jöttek rá, amikor a technológia lehetőséget adott arra, hogy a 4000 méter mély tengerfenéken még 1500 méter kikapjanak egy fúrás mélyítsenek, és ezt a furatokat így szépen egészbe felszíre hozzák, ezt meg lehetett 90-es évek elején tudták először megtenni, és akkor azt látták, hogy itt ezek a fúró magvak, amiket egymás tetején kell elképzelni, tehát egy 1500 méter magas ilyen oszlopot kell elképzelni, abban találtuk egy olyan emeletet, vagy egy olyan szintet, ahol egészen más volt a kinézete, mint a alatta meg a fölötte levő fúró magvaknak. Egy ilyen bauxit-szerű horizontot találtak a fúró magvak, egyébként azért fúrtak, hogy olajat keressenek, csak úgy megjegyzem, tehát ennek a mellékterméke volt ez a geológiai fúrásnak ez a eredménye. Nem ezért fúrtak, ezre nem adtak volna pénzt, de olajat kerestek, és ezt találták, hogy itt valami történt. Ez egész pontosan 55 millió évvel ezelőtt volt, ezt elég könnyű különböző módszerekkel, geokémiai módszerekkel korolni, tehát a korát ennek meghatározni. 55 millió évvel ezelőtt itt valami történt. Ez a valami egy klasszikus üvegházgáz vezérel globális felmelegedés volt. A muníciót hozzá, tehát az üvegház hatású gázokat, azt vulkánok szolgáltatták, mégpedig azt is tudják, hogy hol, Szibériában egy ilyen trap vulkán, egy ilyen kiterjedt vulkáni tevékenység, ami nem ilyen eruptív vulkán volt, mint amit mutattam, hanem ilyen kigőzölgés inkább. Az üveg, a széndioxidot pöfékelt a levegőbe elég jelentős mennyiségbe, és ez okozott olyan környezeti változást, hogy körülbelül egy pillanat, 200 évig tartó, 5-8 fokos globális felmelegedés volt a következménye, ami persze itt kimutatható volt ebben a fúró magban, és ezt aztán a világ számos pontján megtalálták. Tehát 55 millió évvel ezelőtt a természet vezérelte a felmelegedést, egy 200 évig tartó periódus üvegházgázok által. És ez elég jól, azóta elég jól kutatott terület, tehát elég jól tudjuk ennek az őskörnyezeti környezetét. Ez egyébként a paleocén-eocén földtörténeti koroknak a határán volt ez a kis 200 ezer évig tartó kis epizód. Majd fogok beszélni egy kicsit ennek a részleteiről. Tehát ilyen módon a természet demonstrálta, hogy az üvegházgázokkal gyönyörűen tudja ezt a szabályozó gombot tekergetni fölfele, tehát hogyha ezt üvegházgázt ad a rendszerhez, akkor ez a melegedés szépen produkálja ez a föld légkörrendszer. És a harmadik ilyen példa
az egy kicsit bonyolultabb, bár ugye történetileg közelebb van hozzánk, ezt ismerjük a legjobban. Ez az elmúlt 2 millió év, ez a negyed időszaknak a hőmérsékleti ingadozásai. Ezeket úgy ismerjük ugye a hétköznapi életben, még a gyerekek is ismerik, hogy jégkorszak, meg köztes, melegebb időszakok. Ezek a interglaciálisok, ezeknek a többé-kevésbé szabályszerű változása az, ami az elmúlt 2 millió évben bekövetkezett, és amiben 800 ezer évre visszamenőleg elég pontos adataink vannak ezekből a jég 3600 méter mély vagy vastag jég magvakból, amit az Antarktiszon mélyítettek, és amiből ugye így a légkör összetételét lehet rekonstruálni. Ebből az látszik, hogy a légkör minden, vagyis hát a Föld, az minden, csak nem termosztát, hanem össze-vissza változtatja a hőmérsékletét itt az elmúlt időszakban. Ugye a jégkorszakok, a alacsonyabb hőmérséklet, illetve a interglaciálisok, a melegebb időszakok, azok pedig a maihoz közeli hőmérséklet. A nulla pont a mai állapotot, körülbelül a mai állapotot hivatott jelezni, tehát ez a hőmérsékletben. Most, hogy ezt érzékeltessük, hogy mi a különbség egy jégkorszak meg egy melegebb időszak között, amiben egyébként most is vagyunk. Tehát most egy ilyen interglaciálisban vagyunk, ami nem sokszor volt az elmúlt 2 millió évben. Majdnem, hogy ez ilyen kegyelmi állapotnak számított, amikor ilyen hasonló időszak, meleg időszak volt, rövid ideig is tartott. Ez a leghosszabb ideig tartó ilyen esemény. És egyébként az idő nagy részében bizony elég hideg volt, és a jégkorszakok domináltak. A jégkorszak, az mondjuk Európára vetítve, azt jelenti, hogy a német-lengyel ország magasságában 3000 méter magas állandó, vagy vastag állandó jégtakaró volt. Ehhez hozzá lehet igazítani Magyarország, meg az összes többinek az éghajlatát, tehát egy drasztikusan más állapotban volt a Föld, mint most, mert most ugye nincs 3000 méter vastag állandó jég Lengyelországban, meg Németországban, egy kicsit más lenne akkor a világpolitika is, ha lenne. És mindössze 4 fokkal vagy 5 fokkal volt alacsonyabb a Földnek a közép hőmérséklete, mint most. Tehát ennyi, a Föld által hőmérséklete 4 fokkal alacsonyabb, és teljesen más vagy környezeti viszonyok tartoznak hozzá. Tehát amikor azt halljuk, hogy 2 fok, meg 4 fok, meg ilyeneket hall, akkor azt ne bagatellizáljuk el, mert az óriási, az egy más állapotot jelent, az egészen átlag hőmérsékletbe ekkora érték, a Földnek egy teljesen más környezeti állapotát jelenti. Tehát ne arra gondoljunk, hogy akkor levehetjük a zakót, vagy egy kicsit könnyítünk magunkon, és megoldjuk, és még szeretjük a meleget, mert az egy teljesen más Földnek egy teljesen más állapotát jelent. Tehát, hogy mi ennek az oka, ugye ez? Tehát, hogy miért változtak a jégkorszak, vagy ezek a jégkorszakok, interglaciálisokat a negyed időszakban? Ennek az okát is elég jól ismerjük, köszönhetően egy szerb hadifogolynak, aki 1900, tehát az első világháború idején esett fogságba, és megengedték neki, hogy ezzel foglalkozzon. Az akadémia épületébe bemehetett, könyvtárazhatott és számolgathatott, és még egy magyar társa is volt, egy kutatótársa, akit Bacsáknak hívtak, tehát a Milankovics-Bacsák elmélet az, ami ennek az okait feltárta. Hát röviden ezek az okok, a csillagászati okai vannak ennek, tehát a Földnek a naphoz viszonyított helyzete mind egy kicsit szabályszerűen változik időnként, távolsága egy picit változik, a dőlésze, stb. És ennek megfelelően a sark körre jutó energia, besugárzás értéke megváltozik. És ez indít el olyan folyamatokat a jégen keresztül, a jégnek az olvadását, úgynevezett pozitív visszacsatolást, ami ezekhez a nagyon drasztikusnak látszó változásokhoz, tehát ezekhez az ingadozásokhoz vezet. Tehát, hogyha kevesebb, mondjuk a nap egy kicsit, a Föld eltávolodik a naptól, akkor kevesebb sugárzás éri a sarkvidéket, vagy mondjuk közelebb kerül a naphoz, akkor elkezd a több energia kerül ugye a sarkkörre, a jég elkezd olvadni, a jég ahelyett, hogy visszaverni a napsugárzást, még elnyeli a víz helyette. Még több energia, még melegebb, még olvad, és ez egy ilyen öngerjesztő, úgynevezett pozitív visszacsatolással viszonylag gyors változásokat tud előidézni. Tehát ezek a változások azért tudnak ilyen gyorsak lenni, mert van egy olyan közeg, ez a jég, vízrendszer, ami egy ilyen öngerjesztő folyamatot tud elindítani. Tehát ha úgy tetszik, ez a turbó. Ahol jég van, ha jég van, akkor az turbó.
Tehát rá segít arra a kezdeti hatásra, ami bekövetkezik, ami önmagában pici, de föl tudja erősíteni ez a folyamat. Ez történt a 2 millió évben, az elmúlt 2 millió évben elég szabályszerűen, elég szabályosan és elég nagy változásokat tudott. Tehát tudta a Földet különböző állapotok között lengetni. Ami így gyorsnak tűnt az előbb, az valójában nem volt annyira gyors, mert azért ezek a változások több ezer évig tartottak ám. Hiába tűnik meredeknek, ez azért több száz vagy több ezer évet vett igénybe, amíg egyik állapotból a másikba átment a Föld. Tehát még ezek is viszonylag lassú változások. Tehát mi következik mindenből? A természet, hogy a szabályozza az éghajlatot, egyértelmű, tehát különböző módon tudja ezt tenni. Ami a tanulság belőle az, hogy nem, a Föld nincs termosztálva. Ezt különösen a negyed időszakban látjuk, tehát az elmúlt 2 millió évben föl és le, ugye változott különböző éghajlati állapotok között, nincs egy olyan szabályozó gomb, ami be van állítva, és ha akármit is csinálunk, az ott tartja a Föld hőmérsékletét, hanem az bizony, elég széles tartományban ingadozik. Tehát nincs szoba termosztát a Földön. Tehát a Föld a hőmérséklete követi a változásokat, és nincs ami stabilizálja. Sőt, inkább ha a termosztát példáját hozom fel, akkor inkább olyan, azt kell mondani, hogy képzeljünk el egy szoba termosztátot, amit a villanyszerelő fordítva kötött be. Úgy kötött be, hogyha amikor be van állítva 20 fokra, és ha 21 fok van, akkor kapcsol ki, vagy nem, akkor kapcsol be. Tehát akkor fűt rá, amikor nem kéne, és akkor nem kapcsolva, amikor meg kéne. Na, ilyen termosztát van a Földön. Tehát a villanyszerelő rosszul kötötte be, és fordítva működik a termosztát, ha elindul valamelyik irányba a folyamat, arra ezek a folyamatok inkább rásegítenek, mint hogy visszahozzák a beállított értékre. Tehát a Föld azért veszélyes üzemez a Föld, ebbe belepiszkálni, mert nincs rajta szabályozó gomb, és nincs rajta szabályozó mechanizmus, ami ezt visszatudná szabályozni. Na nézzük meg most, hogy mit csináltunk a Földdel. Ugye most már láttuk azt, hogy azért a légkörbe elég rendesen bele trollkodtunk, mert elég sok változást, elég nagy változást idéztünk el a légkör összetételébe. Nézzük meg, hogy ezeket a folyamatokat, amivel a természet bizonyítottan tudja változtatni az éghajlatot, most is tudná persze bármikor. Ha lenne itt egy masszív vulkánkitörés, akkor azt megnézhetnénk magunkban éghajlatilag is, meg ha lenne, tehát úgy reprodukálódnának ezek a múltbeli események, akkor ugyanúgy hatnának ma is a természetre. Hogy tud ebbe az ember beavatkozni? Egyáltalán be tud-e és hogyan? Nézzük az első példát. Az első példa a vulkánkitörés. Most ez nehogy azt gondolja valaki, hogy az ember szándékosan vulkánkitörést idézett elő a közelmúltban, vagy persze képesek vagyunk rá, ugye egy atombombát mondjuk, vagy egy hidrogénbombát egy ilyen vulkáni aktív területen felrobbantunk, akkor valószínűleg lenne egy kis hatása, de ezt eddig még azért nem tettük meg, a lehetőségünk megvan rá. Mit tudunk helyette? Ugye a vulkán kitörés helyett mi szennyezni tudjuk a levegőt, kicsit prózai módon, nem ilyen látványos vulkán kitöréssel, hanem úgy a hétköznapokban. Tehát míg a 20. század legnagyobb vulkán kitörése 20 millió tonna kenet bocsátott ki 4 nap alatt, persze, tehát látványos kitörés formájában, addig az ember most olyan 60 millió tonna kenet bocsát ki minden évben. Meg még egy kis nitrogénvegyületet, meg még egy kis füstöt, meg mindent, tehát azért a levegő szennyezés az egy masszív globális folyamat. Ezek a jellemző mennyiségek. Igaz, hogy nem olyan látványos, tehát nem tudunk egyből ilyen gombafelhőt stratoszférára fölküldeni, hanem csak itt a felszín közelébe, de azt viszont elég sok helyen és elég tartósan tudjuk. Ennek megfelelően, ugye annak a vulkánkitörésnek, ennek a nevezetes vulkánkitörésnek körülbelül 1%-kal lecsavart a napból. Tehát ha a nap is ilyen fényerő szabályozós lenne, mint amilyen ugye korszerű lámpák vannak, hogy le lehet venni a intenzitását, ez a vulkánkitörés 1%-ot levett belőle, az ember meg minden évben levesz 0,5%-ot. Tehát most lefordítom, most 0,5%-kal kevésbé süt a nap, vagy kevésbé fényes a nap, mint az elején idejében volt. Tehát ők még fényesebbnek látták a napot, tiszta időben, most ne a felhőkre gondoljunk, tehát amikor tiszta időben a nap már nem süt annyira, mint. Mert ez a levegő szennyezés egy kicsit árnyékolja föl. Tehát 0,5%-ot letekertünk a termosztáton. Hol van ennek globális felmelegedés? Ugye itt ez pont hűlés, amit az ember csinál, ezzel a levegő szennyezéssel hűti a Földet, ugyanúgy, ahogy a vulkánkitörések teszik,
Csak ez egyszer volt egy évszázadban, ami a bal oldal, a jobb oldalon van, ez pedig minden évben van, sőt, növekszik. Minden évben ezek a mennyiségek, ezek szépen mennek fölfele, ahogy az emberi tevékenység bővül. És ugyan a kénnel sikerült némi eredményt elérni, mert ott bizonyos, főleg a fejlett országokban azért bizonyos erőírások révén ezt korlátozni lehetett, de helyette ott van Kína, ott van az ázsiai gazdaság, ott van a népességnek az átlagos növekedése, ami ezt bőven kompenzálja, tehát gyakorlatilag minden ezek közül évről évre nő. Nézzük a másodikat, üvegházgáz, hát azt ismerjük a legjobban, mert ugye az tankönyvi, mindenki az üvegházgázról beszél, mindenki a széndioxidról beszél, a széndioxidnak köszönhetjük a globális felmelegedést, és a gyerekeknek is ezt tanítják az iskolában. Nézzük meg, mi volt 55 millió évvel ezelőtt. 10.000 milliárd tonna szén volt körülbelül, ami 15.000 évig szépen apránként bekerült a légkörbe, és az akkori őskörnyezeti viszonyokat elég rendesen átrendezte, tehát ötszörösére nőtt a széndioxid koncentrációja, és ennek körülbelül 8 fokos hőmérséklet növekedés lett a következménye. De a földi átlag hőmérséklet 8 fokot emelkedett ennek a 10.000 milliárd tonna szénnek köszönhetően. Nézzük meg, hogy állunk mi, tehát az ember hogy tudja ezt az eseményt az 55 millió évvel ezelőtt történtekre reprodukálni. Hát még gyengén állunk, mert még csak 1.500 milliárd tonna szenet füstöltünk el eddig, 250 év alatt, az ipari forradalom hajnala óta, de a Földben még jó hír, van még 5.000 milliárd tonna, vagy van összesen 5.000 milliárd, illetve ez folyamatosan nő. Tehát nagyjából az a mennyiség, ami akkor ezt a változást okozta, az a Földben ott van. És hogyha ezt szépen felhasználjuk, akkor nagyjából azt az eseményt, ami 55 millió évvel ezelőtt bekövetkezett, azt tudjuk egy ilyen kontrollált kísérletben reprodukálni. Hát ugye mások az őskörnyezeti viszonyok, nagyon fontos különbség, hogy amikor 55 millió évvel ezelőtt voltunk, akkor nem volt jég a Földön egyáltalán, egyik sarkon sem, tehát jégmentes volt a Föld. Ennél fogva nem működtek azok a turbómechanizmusok, amik ezt a változást még gyorsabbá teszik, és azért volt ennyire lassú tehát ugyanígy ilyen mennyiség kibocsátása esetén is nagyon kicsi volt a hőmérséklet változás, amit tehát gyakorlatilag akkor élőlények számára érzékeltetlen. Tehát nagyon kicsi volt ez a hőmérséklet növekedés. Miért sokkal gyorsabb most? Azért, mert most ott a jég, ami, hogyha egyszer elindítunk egy változást, arra rá tud segíteni, fel tudja gyorsítani. 55 millió évvel ezelőtt nem volt jég. Nem voltak ezek a gyorsító mechanizmusok, és az éghajlat változás maga egy gyakorlatilag észrevehetetlen jelenség volt. Tehát ha most élnénk, és ilyen változás lenne, ez ember nincs, aki észreveszi. 100 év alatt ki él 100 évig, és ki emlékszik 100 évvel ezelőttire, tehát hogy ki tudja azt észre felfogni, vagy bármilyen módon érzékelni, hogy valami a rendszerben változik. Most olyan történelmi korban élünk, amikor egy faj, egyede saját életében, saját maga tudja a változást követni, olyan változást, amit korábban egyetlen élőlény se tudott a saját életében. Mert ez olyan gyors változás, ami ebbe belefér. Tehát ez itt tartunk most, és hát ugye itt a 400 egységet, vagy ppm-et elhaladta már a koncentráció, ezért lélektani határ. Megjegyzem, 450 ppm-nél a földtörténeti múltban jégmentes volt teljesen a Föld egyensúlyi állapotban, tehát az Antarktiszon sem volt jég, amikor 450 ppm volt. Persze idő kell, hogy elolvad, de ugye ez felé az állapot felé haladni. Nézzük a harmadik esetet, és ez a legérdekesebb, meg a legizgalmasabb, tehát hogy a negyed időszaknak ezt a jégkorszak interglaciális változásait hogyan tudja az ember befolyásolni. Azt ugye senki nem hinné el nekem, én se hinném el magamnak, hogy az ember a Földnek a naphoz viszonyított helyzetét bármilyen módon befolyásolni tudja, hogy közelebb húzzuk a Földet a naphoz, vagy eltávolítjuk, vagy a dőlészögét változtatjuk, ezt nem tudjuk. Viszont egy olyan hatást tudunk produkálni, vagy előidézni, ami ugyanezt ennek a következményeit állítja elő, nevezetesen, ha elszennyezzük a havat korommal, akkor a hó már, vagy a jég nem tudja azt a sugárzás mennyiséget visszaverni, mint a tiszta hó, tehát piszkos hó az jobban elnyeri a sugárzást, azaz meg tudjuk változtatni
1%-ot már változtattunk is a hónak a tisztaságán és ezáltal az energia bevételén, ami azt jelenti, hogy előidéztük azt a hatást, mintha közelebb húztuk volna a Földet a naphoz. Mert úgyis meg lehet növelni a sarkkörre jutó energiát, hogy közelítjük a napot a Földhöz, mi ezt nem tudjuk, helyette bepiszkítjuk a havat, akkor az elnyert energiába olyan, mintha közelebb lenne a Föld a naphoz, azaz elő tudjuk idézni ezt a változást, ezt jelentem már megtörtént. Tehát az, ami a jégkorszakokat elindította föl meg le, az az 1%-i változás, az már megvan. Az már a 70-es években megvolt. A 70-es években elértük a hó felszín szennyezésével azt, hogy a energia bevitele az megváltozott a sarkkörnek olyan mértékben, ami ezekhez a változásokhoz szükség. És utána már a természet elvégzi a többit, tehát ezek a beindulnak ezek a turbomechanizmusok, beindul a jégnek az olvadása és az önerősítő folyamatai, és ez viszont ilyen sebességű hőmérsékletváltást tudott a múltban is, és most is előidézni, tehát 50 év alatt 2 fok. Na, ezt már érzékelni lehet. 50 évig azért él egy ember általában, még emlékszik is talán a 50 évvel ezelőtti dolgokra. Tehát az, hogy 2, és a 2 fok az elég komoly változás, átlag hőmérsékletre beszélek az otthoni régióban. Tehát 50 fok, vagy 50 év alatt 2 fokos hőmérsékletváltozás az, az már észrevehető, és ez a jégnek a változásának köszönhető. Tehát itt az összefoglalás, itt az első felének az összefoglalása, hogy ugye az ember mit, hogy tudott a természet az éghajlat szabályozására beavatkozni, ugye a vulkánkitörések helyett tudtuk a levegőszennyezést, kicsit gyengébbek vagyunk, de nem állunk rosszul, bár az ugye, ha úgy vesszük, hogy az minden évben van, a másik meg egyszer egy évszázadban, akkor már mi nyertünk. Az üvegház hatású gázokat azt elkezdtük csak tekergetni, viszont a természet, viszont ezzel a harmadik ponttal, ami a legfontosabb, olyan folyamatokat indítottunk el, amihez már mi nem kellünk. Tehát amit már a természet önjáró módon tud indítani és szabályozni, de mi már ott tartunk, tehát ehhez mi már az emberi, további emberi tevékenységhez nem szükséges, hogy ezek az önjáró folyamatok tovább menjenek, mert ezek már maguktól mennek. Ez, elindítottunk olyan lavinát, vagy olyan folyamatokat, amihez már az embernek semmi köze nincs, se leállítani, se befolyásolni, ezeket nem tudja. Tehát a természetet bekapcsoltuk ezt a fokozatot, ami ezt a, és ennek köszönhetőek azok a változások, amelyeket most tanulni lehet. Nézzük meg, hogy mik a következmények, ugye? Tehát azt láttuk, hogy a légkör összetételét befolyásoltuk nagyon durván, és azt is láttuk, hogy olyan mechanizmusokat tudtunk aktiválni, amellyel a természet maga tudja az éghajlatot szabályozni, mindegyikre találtunk egy-egy emberi példát, amivel olyan léptékűt, ami ilyen változásokra képes. Ugye mi a legkézenfekvőbb következmény, amit ugye sajnos kicsit túlhangsúlyozunk, ez pedig az, hogy a Földnek a hőmérséklete melegszik, ugye átlag hőmérséklet növekszik. Ugye ezt tanuljuk, széndioxid nő, egyébként az egy durva egyszerűsítés, és következmény növekszik a hőmérséklete, az átlag hőmérséklet a Földnek. Ezt a 70-es években találták ki, az is egy ilyen marketing fogás volt, amikor ugye ezt elkezdték, már a kutatási eredmények jelezték, hogy itt valami van, akkor egy ilyen PR, ugyanúgy egy ilyen egyszerűsített modellt próbáltak alkotni, amit sokan megértenek, és kitalálták az üvegház modellt, hogy üvegház hatás, meg üvegház, és akkor mindenkinek a fejébe az van, hogyha az üvegház növekszik, tehát az üvegház hatás fokozódik, akkor a hőmérsékletnek növekedni kell. Most ezzel egy szépséghiba van, hogy az üvegház, tehát ugye mindenki járt üvegházba, biztos még van, akinek a kertben is van egy fóliasátra vagy üvegháza, de biztos, hogy mindenki járt üvegházba. Azt tegye föl a kezét, aki olyan üvegházban járt, ahol volt egy 2 nagy úszómedencényi jég, meg mondjuk még 3 úszómedence. Ilyen nem valószínű, hogy sokan lennének, ugyanis a üvegháznak az a szépséghibája, hogy abban nincs jég, és nincs nagy tömegű víz, és ennél fogva a hőmérséklet a üvegház hatással egyenes arányba változik. Ha becsukjuk a fóliasátornak a tetőablakát, vagy a üvegháznak a tetőablakát, akkor melegebb. Ha feltekerjük az autónak az ablakát, akkor bemelegszik, mert nincs benne jég, meg nincs benne víz. Ha lenne benne egy nagy jégtömb az autóban mondjuk, meg egy nagy hordó víz, akkor nem biztos, hogy úgy bemelegedne, mint amennyire a napon hagyott autó bemelegszik. A
Tehát itt a szépség hibája dolognak. Az üvegház hatás lenne az egyedüli hatás, és az üvegház hatás következménye lenne a melegedés, akkor tekintettel arra, hogy a széndioxid a légkör teljesen egyenletesen dölti ki, tehát egyforma koncentrációban van bárhol, a sarkvidéktől a trópusokig, a hatása is körülbelül azonos, magyarul a Földnek egyenletesen, mint a csirkének a sütőbe, egyenletesen kellene szépen melegednie, és szépen mindenhol a hőmérsékletnek azonos mértékben kellene fölfele mennie. Nézzük meg, hogy mi a valóság ezzel szemben, tehát mi történik. Itt ugye az van a ábrához magyarázat, hogy egy referencia időszakhoz képest, egy 30 év átlagához képest, az elmúlt 5 évnek a hőmérséklete az milyen irányba változott, és hol? Nem tudom, látszik-e onnan az ábra. A számok lehet, hogy nem látszanak. 4 fok a piros, 2 fok a sárga, a fehér az a nulla, a kék az meg a negatív változást jelenti. Tehát egy múltbeli állapothoz képest, most, tehát napjainkban gyakorlatilag milyen irányba mozdult el a hőmérséklet, ezt mutatja ez az ábra. Hát ez minden, csak nem egyenletes. Tehát ha így sülne meg a csirke a sütőben, az azért nem lenne olyan jó, akkor lennének nyers részek, és a másik meg túlsülne. Tehát ez nem egyenletes egyáltalán, hanem egyértelmű, hogy hol van ennek a melegedésnek a súlypontja. A sarkon, az északi sark vidéknek a környezetében, tehát a magasabb szélességeken a legnagyobb a melegedés, ott a 4 fokot is elhaladja, átlag hőmérsékletről beszélünk, ami rengeteget jelent. És itt a mérsékelt égőben is jut belőle bőven, míg az óceánokon és a trópusokon ott viszonylag kisebb ez a növekmény. Tehát ez is azt mutatja, hogy itt a jégnek, ezeknek a folyamatoknak van kitüntetett szerepe, ezeknek az önerősítő folyamatoknak, nem pedig az egyenletes üvegház hatásnak, és ennek az a fizikai oka, hogy sajnos a Földön, vagy nem sajnos, van jég és van víz, méghozzá elég sok, ami ezeket az energetikai viszonyokat, meg mi melegszik és mi nem, ezt nagy mértékben befolyásolja. Még egy üvegházban nincs. Na most nézzük meg, tehát akkor mi az a változás, amit ennél fogva sokkal inkább kifejező ennek az egész folyamatnak, mint ez a üvegház hatás, ami egy elhibázott TIA szlogen, amit sajnos az iskolában tanítanak, hogy üvegházhatás, és gyereket fújják kívülről, meg egyes kapnakra nem tudják. Miközben valójában nem az üvegházhatás az elsődleges, hanem azok a folyamatok, amik ennek a révén ugye beindultak, és ami egy valós rendszerben egész mások, mint egy olyan rendszerben, ami se vizet, se jeget nem tartalmaz. Amikor gyerekeknek tartottak, nem ilyen előadás, de egy kis bemutatót, általános iskolás gyerekeknek, akkor én azt mondtam, hogy fogtam egy poharat, beletöltöttem vizet, most nem fogom kibontani, beletettem 2 jégkockát, és lefettem. És kitettem a napra, és megkérdeztem a gyerekeket, hogy mi fog ebbe a pohár, vagy mit fognak tapasztalni. És a gyerekek mindenki azt mondta, hogy el fog olvadni a jég. Nem azt mondták, hogy mérjük meg a levegő hőmérsékletét egy hőmérővel a pohár tetején. Egyik sem mondta, hogy az majd melegszik. Azt mondták a gyerekek, elolvad a jég, utána melegszik a víz, és majd utána a levegő is, hogyha ez a rendszernek a... Tehát ezt a gyerekek ebbe a rendszerbe, ami a közelebb van a valósághoz, mint az üvegház, mert van benne víz és van benne jég, ezt a gyerekek szépen megmondták, általános iskolás, 8 éves gyerekek, megmondták szinte hiba nélkül, hogy itt a jég el fog olvadni. Tehát ez olyan, hogy azt kell figyelni, nem azt, hogy a hőmérséklet hogyan változik adott helyen, annak semmi jelentősége nincs, hanem azt, hogy mi történik a jéggel. Mert az első, legérzékenyebb rész, ami a Földön ugye a leginkább jelzi azt, hogy milyen változások történnek, az a jég. Na nézzük, mi történik a jéggel. És itt ugye nem kell 250 év hozzá, nincs is egyébként, mert műholdak csak 78 óta vannak pályán, tehát 78 óta vannak ilyen geostacionárius műholdak, amik így nézik a Földet, és meg lehet számolni rajta a pixeleket, hogy hány fehér van és hány fekete, tehát meg lehet mondani, hogy mekkora volt a jég. Ez a minimális kiterjedés a szeptemberben éri el az északi tengeri jég, és a 1984-ben a műhold az még ekkora területet látott jégnek, 2012-ben már csak ekkora. Tehát nem nagyon kell hozzá még olyan nagyobb tudomány se, ha valaki meg tudja számolni a pixeleket, hogy bizony a jégnek a kiterjedése az rohamosan zsugorodik, és ez a két állapot között 40% különbség van a kiterjedés tekintetében. A
Ami azt jelenti, hogy hát az igen komoly veszteség, és kevesebb, mint 30 évről beszélünk. És egy akkora rendszerről, távoli rendszerről, ami nem az emberi nagyvárosokban van, hanem kint, ugye, távol a sarkvidéken, ott ember olyan nagyon nem is érzi jól magát, nem is sok van, tehát nem ők teszik tönkre, akik ott élnek, hanem úgy általában ezek a folyamatok. 40% 30 év alatt, nem is 250 év alatt, az a hatás, ami már bekövetkezik. A vastagsága ezen természetesen nem látszik, de mindenféle módszerrel meg lehet azt is mérni. 84-ben 3,6 méter volt az átlagos vastagság ennek a tengeri jégnek, most már csak 1,5 méter. Tehát ha térfogatra nézzük a jeget, akkor ugye a területe meg a vastagsága egyaránt csökkent, az azt jelenti, hogy negyede a jégnek a térfogata vagy tömege most, mint 30 évvel ezelőtt. És itt nem egy jégkockáról beszélünk a koktélban, hanem több 10 000 köbkilométer jégről, ami volt, nincs 30 év alatt. Tehát ez óriási változás, ezt azért érezzük, hogy ez azért valahogy nem kóser, tehát ez nem olyan, ami úgy a természetben benne van, ez itt azért valami történik. Kicsit vissza tudunk menni az időben, nem olyan sokat, mint a gázokkal, azzal, hogy mi volt a jégnek az állapota korábban, illetve ez a kiterjedése legalábbis hogy változott, ezt is ilyen paleo, tehát ilyen geológiai módszerekkel, pollenekből és egyebekből lehet. Megint várok egy órát, mert közben. Oké. Tehát lehet rekonstruálni. Hát ez volt a jégnek a kiterjedése, itt a időszámításunk utáni 600-tól viszonylag lehet ilyen pollenekből és mindenféle ilyen geológiai izotóp adatokból ezt valahogy rekonstruálni. Tudta a fizikát. Mert most egyébként jégkorszak felé kellene haladnunk, azaz a jég kiterjedésének nőni kéne, és egyébként 1800-ig nőtt is. Tehát most a csillagászati állásból, ami korábban vezérelt ezeket a jégkorszakokat, interglaciálisokat, nekünk most kutya kötelességünk lenne újból jégkorszakba haladni, hát az se lenne egy kellemes dolog, tehát abba az irányba kellene menni, és a Föld ment is abba az irányba, hogy a jégtakaró egy szépen nőtt, ilyen ütemben, hogy látszik. Így persze voltak évek között változatosság, de azért látszik egyfajta növekedés, egészen a közelmúltig, aztán most itt tartunk. Ez csak a kiterjedése, tehát itt egy 40%, tehát kimentünk a skálából, tehát ez látszik, hogy azért ez nem illeszkedik be ezeknek az elmúlt időszakoknak a fölle évek közötti, meg évtizedek közötti rendjébe, itt valami történt. Hát az történt, megjelent az ember, elkezdte ezeket a nagy léptékű dolgokat csinálni, a természet meg bedurvult, elindította ezeket a rásegítő mechanizmusait, és elkezdte enni a jeget. Tehát elkezdte emészteni a jeget. Oké. Tehát ebből ugye az következik, hogy már van változás, tehát ez nem jövőbeni dolog az éghajtváltozási 100 év múlva mi lesz, mint ilyesmi, hanem ez már sajnos van, és ahol a sarkvidéken élők, meg akik ott ugye a jegesmedvéket, meg fókákat szokás példának, hogy azok már ezt ugye a hétköznapi életükben is, küzdelmes életükben is megtapasztalják. De nehogy azt higgyük, hogy csak ők, tehát csak a fókák, meg a jegesmedvék, meg az eszkimók, akik ebben eddig valamit észrevettek, mi meg semmit. Ugyanis az északi sarkvidék jegét úgy kell elképzelni, mint az északi félgömbnek a légkondicionálója, ugyanis a mérsékelt égőnek a hőmérsékleti viszonyait azt az Izland fölött kialakuló ciklonok nagy mértékben szabályozzák, ami már közel van a jéghez. Tehát az, hogy itt milyen időjárás van, főleg a nyári időszakban, az nagy mértékben függ attól, hogy mennyi jég van, milyen tömegű jég van a sarkvidéken, ott, ahol ezek a ciklonok képződnek, és ezek szépen eljönnek utána idáig. Tehát magyarul a nyári fél évben, a nyári időszakban a itt tapasztalható hőmérsékleti viszonyokat, vagy időjárási viszonyokat, a jégnek az állapota közvetlenül befolyásolja. Mondom, úgy ki lehet elképzelni, hogy az a jégkondicionáló, hogy az a nagy tömegű jég ott hűti, és akkor mérsékelt égőbre is ad egy kis időnként egy kis frissülést, és ezáltal kevésbé melegebbek a nyarak, mint hogyha a jégnek a tömege jelentősen csökken. Nézzük meg, mi történt itt az elmúlt 100 évben. Mérési adatok ezek, tehát ez nem semmiféle erőre, időben nincs előre semmi, tehát ez mind múltbeli adat. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a mért adatai, ugye 1870 óta vannak
mért adatok, ezekben elég nehéz kételkedni, mert a hőmérő az akkor is hőmérő volt. Iganyos hőmérőnél egyébként jobb nincs, tehát az teljesen pontosan tudja a hőmérsékletet visszaadni. Ez azok a hipotetikus hőségriadók, másodfokú hőségriadók, amit ha valaki foglalkozott volna korábban ilyennel, lett volna, akkor el kellett volna rendelni. Persze nem ismerték ezt a fogalmat, csak napjainkban ismerjük, 2003 óta. De a múltban is egyszer-kétszer, egy évtizedben, egy-két napig azért voltak kutya melegek. Ezt valahogy az akkori emberek könnyebben vették, átvészelték, lementek a pincébe, megitták a bort. Kicsit hűsöltek többet az árnyékba, és valahogy túlélték ezt a néhány napot, ami egy évtizedben egyszer vagy kétszer legfeljebb fordult elő. Tehát ez a másodfokú hőségriadó ugye az, amikor 27 fok a középhőmérséklet, ugye ezt reggel 6-kor, délután 2-kor és este 10-kor kell mérni, ennek a három napból kell a 27 fok, az nagyon durva. Tehát, hogyha e fölött van, akkor ott az, tényleg se aludni, se létezni, se semmit nem lehet, tehát az a klasszikus másodfokú hőségriadó, amikor most már ugye piros az ország, és már mindenféle intézkedés van mindenhol, hogy mit kell csinálni. Na hát az látszik, hogy itt azért valami történt a 90-es évek után, mert ebből, ami egy évtizedben egy pár napig tartott, maximum egyszer fordult elő, és egy-két nap volt ilyen, egy-egy évtizedben. Tehát a dédapánknak is, a nagyapánknak is igaza van, amikor azt mondta, hogy hát az én időmben is volt kutya meleg, mert volt, itt van, csak nagyon ritkán. A valószínűsége változott meg, most pedig akkor elérkeztünk a 20. századnak az utolsó évtizedébe, akkor 35 ilyen nap volt abban az évtizedben. A 21. század első évtizedében 51 volt összesen, tehát 2001-től 2010-ig 51 ilyen másodfokú hőségriadó nap volt. Ugyanott Budapesten semmi ilyen trükk nincs benne, hogy valami változott volna. És ebben az évtizedben, ami még nem ért véget, még van 3 év, 64-nél tartunk. Lehet tippelni, hogy ez meddig fog fölmenni, még a idei nyáron, meg a még két másik nyáron. Én nekem egy a 80-as azért kinéz, hogy 80 az biztos meg lesz. És azért ezek nagyon durva rendek, és ez nem a sarkvidéken van, ez itt van Magyarországon. Tehát ezek a hőséghullámok, vagy hőhullámok, ezek egyenes következményei fizikailag ennek a nagy rendszerben a jégnek az eltűnésének, és a nyári időszakban ezeket a hőmérsékleteket változásokat okozza. Ha ezt extrapoláljuk, akkor nem túl biztató a jövő, mert akkor azt jelenti, hogy itt az apok, meg ilyen dolgokat azt nyugodtan el lehet felejteni, mert hát nagyon... Na most, akkor már csak egy dolog maradt hátra, egy dolgot megmagyarázni, ami ugyancsak Trumpot kell idéznem ismét, akinek ugye kapóra jött az, hogy most a szilveszter környékén a keleti, Amerika keleti partját egy kicsit megkóstolta a hideg, és ugye mínusz 40 fokok, meg mindenféle jégbefagyott autók, meg egyebek voltak szilveszter környékén, az amerikaiak erre nagyon érzékenyek, és hát itt a Trump rögtön dobott egy ilyen tweetet, hogy hát ugye ez volt a leghidegebb a új év, vagy szilveszter, amióta mérik, és jó lenne egy kicsi a globális felmelegedésből, hogy kicsit felmelegítsük magunkat, és hogy ők ezéként feleslegesen erre nagyon sok pénzt költenek, tehát hogy ezt nem kell megtenni, nincs globális felmelegedés. Most nézzük meg, hogy tehát ezt nyilván az előzőt azt lehetett érteni, hogy a jég elolvad, a légkondicionál elromlik, meleg van, tiszta sor. Hogy mi van a hideggel? Mi az, hogy... És itt ugye mondhatnék magyar példát is, csak ez jobban föl van dolgozva tudományosan az amerikai értelemszerűen, hogy azért itt ilyen február-márciusban egy kicsit bekóstolt a hideg. Hogy az akkor hogy fér össze a globális felmelegedéssel, hogyha ha hideg van. Tehát ezt akkor már én ne próbáljam itt megmagyarázni senkinek, hogy ez is globális felmelegedés. Oké. De megpróbálom. Ez ugyanannak a fizikai folyamatnak a másik következménye, a téli időszakban elsődlegesen. Nevezetesen, hogy úgy képzeljünk el egy analógiát, jó? A levegőt felejtsük el, vízzel fogom elmagyarázni. Képzeljünk el egy magas hegyet. Jó, és a teteje legyen egy víztározó, legyen benne sok víz. Jó, meredek hegy. Mi történik, ha kinyitjuk a zsilipjét ennek a víztározónak, mit csinál a víz? Lezúdul a hegyről nyíl egyenesen, jó mélyen lemegy a hegy lábához, és mondjuk ott kitölti a levegő, ugyanezt csinálja. Tehát ha magas a hegy, nagy a hőmérséklet különbség két pont között, vagy két régió között, akkor ott nem gondolkozik ez a közeg, mondjuk a víz,
hanem lezúdul és jó messzire eljön. Mi van, hogyha ugyanezt a víztározót egy nagyon lankás dombnak a tetejére tesszük? Kinyitjuk a zsilipet, mit fog csinálni a víz? Hát biztos, hogy nem így lezúdul, hanem hát így tekereg össze-vissza, valahogy aztán lemegy, de azért nem olyan markánsan, és nem megy olyan messzire, mint hogyha jó meredek és jó nagy sebesség. Ugyanezt csinálja a levegő. Ha lecsökken a hőmérséklet különbség a sarkvidék és a trópusok vagy a mérsékelt égők között, akkor azt jelenti, hogy összemegy a hegy, és ezek a úgynevezett futó áramlások, amik megszabályozzák azt, hogy a hideg levegő meg a meleg levegő hol helyezkedik el, ezek eltévednek, elkezdenek tekeregni össze-vissza, meanderezni, és ahol lemegy, ott nagyon hideg van, ahol fölmegy, ott pedig abnormális meleg van. Amikor nálunk mínusz 20 fok volt, márciusban vagy február végén, akkor az északi sarkvidéke 35 fokkal volt melegen, mint az ottani éghajlati átlag. Tehát ott plusz 10 fok volt, ahol mínusz 20-nak kellett volna lenni, ugyanabban az időben, amikor ide beköszönt a nagyon hideg. Tehát nem arról van szó, hogy az, hogy összezavarodik ez, és globálisan egyébként melegebb volt sokkal az északi félgömb átlag hőmérséklete akkor is, csak épp az eloszlását bizonytalanodott el. És ahelyett, hogy ott maradt volna hideg, ahol kellett volna neki, itt fönt északon, mert jó nagy a hőmérséklet különbség, és tudja a dolgát, ott maradt, ahelyett elkezdett tekeregni, és lehozta a hideget hozzánk is, meg lehozta a hideget a keleti parthoz, miközben fölvitte a meleget oda, ahova nem kellett volna. Fölvitte a sarkvidékre. Tehát 35 fokkal melegebb valami, mint az ég alatti átlag, azt el tudjuk képzelni, hogy ez mekkora, mintha itt most 55 fok lenne körülbelül. Vagy 60, körülbelül akkor a különbség, az elképzelhetetlenül nagy. Tehát az nem fér bele a természetes indulat. Tehát ezek miatt, hogy lecsökkent, ahogy láttuk itt ugye a hőmérséklet, láttuk itt a hőmérsékletnek a alakulásából, lecsökkent a hőmérséklet, ez jobban melegszik, mint ez, ezért lecsökken a hegy, lecsökken a hőmérséklet különbség, elbizonytalanodnak ezek a természeti folyamatok, hogy hol kell hidegnek lenni, hol kell, tekeregnek össze-vissza, és akkor ebből a téli időszakban előfordulhat, hogy ide beköszön a mínusz, oda meg fölmegy helyette a plusz, tehát az egész összezavarodik. És ez ugyanannak a fizikai folyamatnak, a általános melegedésnek, meg ennek a differenciált melegedésnek a következménye, tehát ez egyszerű fizika, vagy aerodinamika, ha úgy tetszik, tehát ennek nagyon jól definiált okai vannak, hogy miért van időnként hideg valahol. De mondom, helyette ugyanakkor máshol meg sokkal melegebb van, tehát összességében ez a folyamat ki egyenlíti egymást. Tehát tulajdonképpen ezt is meg tudjuk magyarázni, és most én csak a múltról beszéltem, én egyetlen egy szót nem mondtam, egy diát nem mutattam arra, hogy mi lesz 100 év múlva. Az éghajlat kutatásnak a másik, amivel én nem értek egyet személyesen, az, hogy mindig a jövőbe toljuk azt, hogy mi lesz. 2100-ban ennyi fok lesz Kőszegen, meg ennyi csapadék fog esni. Nem tudjuk. Ez hülyeség, és felesleges ezt a jövőbe tolni, azzal foglalkozunk, ami már most van, az is bőven elég. A jövőt mindenki el tudja ezek alapján képzelni, vagy nem. De nem, ezek a modellek, meg ezek a színes ábrák, amiket elő lehet állítani mindenféle ilyen, azoknak valóság alapjuk nagyon nincs. Tehát a jövőre vonatkozólag nem nagyon tudunk okosak lenni, mert ezek sokkal bonyolultabb folyamatok annál, hogy ez csak így 100 év múlva, 100 év előre. És a jövőre utalóan csak egyetlen ábra, és ez a vége, hogy nézzük meg, hogy hol tart most a jég. Ugye azt mondtam, a jég a kulcsa mindennek, hogy a jég mennyi van, meg hogy van, az fogja eldönteni, hogy mi van. A kék az egy aktuális, ugye 2018 májusi ábra, ezek a összes műholdas mérésnek a tartománya, ugye itt az átlag, itt a legfőső, legalsó értéke, és ez pedig a friss adat. Tehát nagyon nem jól áll a jég, ha úgy tetszik, amiből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ugye ezzel a fizikai mechanizmussal itt bizony arra kell számítani, nagy valószínűséggel, hogy bizony nem lesz, ez a folyamat tovább megy, és hát melegünk lesz alapból. Hát most annak a valószínűsége nőtt meg, hogy azért ez a folyamat folytatódik, a jég az fogy, ahogy hát sajnos kell neki, mert ugye ezek a fizikai folyamatokat nem kell állítani, és a következményeivel meg nekünk majd szembesülni kell, hogy ez nem egy ilyen múló 10-20-30 éves meleg periódus volt, hanem ez folytatódni fog, vagy még romlani, és akkor ezt nagyjából ezzel kell úgy megbarátkoznunk és együtt élnünk, aki szereti a meleget, örül,
aki kevésbé szereti, azok vannak szerintem többsége ezt a meleget, már nem hiszem, hogy túl sokan szeretik, azok meg hál' istenkednek, meg keresik a megoldást, hogy hova, milyen pince, vagy szuterén, vagy légkondicionál, vagy akármi, mert nyilván ezeket a folyamatokat megváltoztatni, megállítani nem lehet. A konklúzió a jövőre nézve az az, hogy ezek a folyamatok csinálják a dolgokat, az követik a természeti, meg fizikai egyéb törvényeket, és úgy tűnik, hogy a jég azt csinálja, amit neki kell, olvad tovább, mennek ezek az öngerjesztő folyamatok, és a változások többségért már olyan folyamatok felelőse, amit már befolyásolni nem tudunk. Tehát gyakorlatilag ez a széndioxiddal kapcsolatos fókusz-fókusz, vagy meg üvegházgázzal már nem vagyunk kinn a víztől, mert ezek a folyamatok már maguktól működnek, eszik a jeget, és már visszacsatolások révén már ezek önjáróak, ezek már nem a mi közvetlen hatásunk. Mi nekünk csak elindítani kellett őket, és most már természet tudja a dolgát. Tehát végül is a konklúzió, már nem vetítem Trumpot többet, hogy igaza van Trumpnak olyan értelemben, hogy mindegy. Tehát az éghajlatváltozás szempontjából ez már veszett fejszere, ez már önjáró folyamat, itt már a természetet annyira elindítottuk, hogy ez már megy magától, itt már ezzel a hókusz-fókusszal, amit most csinálunk, már megállítani, rontani lehet rajta persze, gyorsítani meg ilyeneket, de Isten igazából megoldást erre, ilyen emberi eszközök, hogy majd a széndioxid, meg majd a nem tudom, ezzel nem felesleges, mert ezt nem tudjuk befolyásolni. Tehát természet, kiszabadult a szellem a palackból, a természet csinálja a dolgát, és teljesen mindegy, hogy mit szavazunk róla, mit gondolunk róla, mit tanítunk róla. Ez a folyamat tovább fog menni, lehet drukkolni neki, ez napi szinten honlapon megnézhet, hogy hogy áll a jég. Tehát a NASA honlapján rá lehet kattintani, hogy a jég hogy áll, azt érdemes figyelni. És úgy nagyjából abból lehet a jövőre vonatkozó, hogy mondjam, ilyen érzéseket, vagy előrejelzéseket lepárolni. Tehát gyakorlatilag ez, nekem azt mondták, hogy ilyen negatív ne legyek, de én ugye nem, tehát én semleges vagyok, tehát ez természeti dolgok, ezek nem tudok csinálni. Én egyetlen pozitívumot tudok kiemelni, hogy egy olyan fajnak a tagjai vagyunk, meg olyan korszakban élünk, amikor geológiai változásokat, földtörténeti változásokat online tudunk nézni. Tehát ilyen egyetlen faj, persze online technika sem volt hozzá, meg nem voltak olyan változások, amit így lehetett volna mozizni, hogy most itt a szemünk előtt zajlanak, itt most bármelyikünk, aki itt ül a teremben, nyugodtan nézheti ezeket a változásokat, ilyen egyetlen egyet a 4,5 milliárd év alatt soha nem tudott megtenni, hogy a saját szem előtt ilyen változások, ilyen sebességű változások történjenek. Ugyanak osztozunk mindenket a sorsát, hogy nem tudjuk befolyásolni most már. Tehát ez már nem a mi asztalunk, hogy itt milyen változások vannak, itt már a mozi a miénk. Tehát nézhetjük. De már befolyásolni ezt, hogy mi hogy fog változni, már nem tudjuk. Úgyhogy ez a pozitív üzenet itt a jövőnek. És hogyha kérdés van, akkor szívesen válaszolok, akár a jövőre nézve is, de mondom én, hogy inkább óvatos lenni. Köszönöm szépen. Tessék? A jég elolvad? Hát ugye nagyon afele haladunk, hogy az most az a kérdés, hogy mikorra lesz jégmentes nyárra az északi sarkvidék. Ugye ennek vannak előnyei is, gazdasági előnyei, észak-keleti átjáró, észak-nyugati átjáró, erőfültűnek ezek a kereskedelmi útvonalak, lehet bányászni olajat, szenet, meg mindenféle ásványkincset a fagyott talajból. Hát én nem nagyon mernék jóslásokba, mert ott ugye olyan másodlagos visszacsatolások indulnak be, például kiszabadul a metán a fagyott talajból, kiszabadul több szén, amit ugye eddig a fagyott talaj megtartott, ilyen robbanásszerűen, hát annak azért úgy, azt úgy nem merném megjósolni, hogy abból milyen, tehát felgyorsítja még ezeket a folyamatokat,